elfogadták a város költségvetését, gyorsabban juthatunk el Pestre, vigyázat, pollen szezon térségünkben, farsangi felvonulásra készülnek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. február 10-én 18 óra 5 perckor. Megtartotta idei első ülését Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete január 30-án csütörtökön. A képviselők a 2020-as költségvetés tervezet elfogadása mellett pályázati részvételekről döntöttek, valamint köszöntésekre is sor került. Egyhangulag elfogadta a testület a 2020 évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára tett javaslatot. Nagyné László Erzsébet képviselő hozzászólásában tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy a Karcagvárosi Önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a napirendet. 7 igen és 3 tartózkodás mellett fogadta el a képviselőtestület a 2020 évi költségvetésről szóló rendelettervezetet, melyet a közmeghallgatással egybekötve tárgyaltak a képviselők. Dobos László polgármester hozzátette, a költségvetés biztosítja a kötelező és önként vállalt feladataink teljesítését. Ugyanakkor takarékos gazdálkodása ösztönöz mindenkit, és megköszönte a költségvetés megalkotóinak a munkáját. A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítéssel élt Nagyné László Erzsébet képviselő. A Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság tagja elmondta, hogy a napirendi pontot megtárgyalta, elfogadta a bizottság. Szólt arról is, hogy a bizottsági ülésen az ellenzéki oldalról is támogatóan nyilvánultak meg a költségvetés rendelet tervezetét illetően. A képviselő elmondta, hogy a jogszabályi előírás, hogy a képviselőtestület a pénzügyi bizottság írásos véleményével tárgyalja ezt a napirendet, amely kiosztásra is került és a főszámokat tartalmazza. A képviselő kiemelte, hogy a tervezet többek között kiemelt feladatként tárgyalja az intézmény működés biztosítását. Így az intézmények működéséhez szükséges a jóváhagyott létszámi kerethez kapcsolódó személyi juttatás és munkáltatói kötelezettség előirányzatait, valamint az ingatlanok működéséhez kapcsolódó dologi feltételeket is. Természetesen az utóbbi évekhez kapcsolódóan az idei évben is a takarékos gazdálkodása a kiemelt cél. Az előírásoknak és az elnyert pályázatoknak megfelelően mind az uniós, mind a hazai forrású támogatott fejlesztések is beépülésre kell, hogy kerüljenek az adott évi költségvetési rendelet tervezetbe, amelyek szerepelnek is benne. Ennek finanszírozására a több mint 8 milliárdos költségvetés mintegy 3 milliárd forint összegben finanszírozási bevételt tartalmaz, ami nem más, mint az előző évi maradvány összege, tehát a költségvetési bevétel és a költségvetési kiadás közötti különbözet finanszírozási bevétellel fogja az önkormányzat, mégpedig belső finanszírozással tervezi teljesíteni a 2020-as évi költségvetésben. Andrássy András képviselő hozzászólásában elmondta, hogy átgondolt a rendelettervezet. A működés biztosítja majd az idei évben is, bár a fejlődés lendületessége 2020-ban is stagnál majd. Elmondása szerint a változtatáshoz természetesen kormányzati akaratra is szükség lenne. Dovos László polgármester válaszában elmondta, hogy elemi érdek a város fejlődése, a fiatalok helyben tartása, de természetesen külső tényezők is befolyásolják ezeket a törekvéseket, mint például a népesség csökkenése, amely tőlünk független. Hozzátette, hogy természetesen az együttműködés nagyon fontos dolog, amely a város érdekében mindannyiunk feladata. Nagyné László Erzsébet képviselő arra kérte Andrássy András képviselőt, ha bármilyen egyéb javaslata van a költségvetést illetően, akkor indokolja meg, hogy milyen kiadások közötti átcsoportosítás terhére vagy bevételi forrásból kívánja megvalósítani azokat. Nagyné László Erzsébet képviselő elmondta, hogy a korlátok nem azért vannak, hogy elvessük a javaslatokat, hanem azért, hogy hogyan ütemezzük a feladatokat, melyik élvezzen prioritást. A közmeghallgatás keretében Elek Sándor szólalt fel arra érdeklődve, hogy a Völgyes 2-es kertben várható-e köves út. Dobos László polgármester válaszában elmondta, hogy pályázati alapból, ahogy az érintettek, legalább 60%-ban megvalósuló útalapba történő befizetésével történhet meg, majd az út elkészülte az önkormányzat további pénzügyi kiegészítésével valósulhat meg. Ennek átgondolására kérte az említett területen élőket.
Egyhangulag elfogadták a képviselők a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására tett javaslatot. Támogatták a beszámolót az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Megszavazták a polgármesteri hivatal 2019-es évi tevékenységéről szóló beszámolót. Dobos László polgármester gratulált a 2019 évi munkához, amely azért sem volt könnyű, mert két fontos választás feladatait is magában foglalta az év, a megszokott tendők mellett. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy ez a napirendi pont nem csak a hivatal dolgozóit és munkatársait érinti, hanem a város valamennyi lakóját is. Hiszen mindannyian kapcsolatba kerülnek a hivatallal, amelyhez szervesen kapcsolódik a testület munkája is, hiszen a segítségükre van. A hivatal által él a város költségvetésének függvényében, mint ahogy már korábban elhangzott. Elmondta, hogy a legfontosabb az emberi munkaerő a legmodernebb technikai felszereltség mellett is. Tapasztalhatjuk, hogy a hivatalnak megfiatalodott, képzett dolgozói állománya végzi a munkát, és nem csak az ügyfélfogadási idejében, hanem a mindennapok sorában túlórákkal együtt szakszerű jegyzői irányítással. Megköszönte munkájuk segítő tevékenységét. A képviselők megszavazták a Karcagvárosi Önkormányzat és a Karcagvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára tett javaslatot. A városvezető elmondta, az együttműködés maradéktalanul teljesült, nincs szükség módosításra. Egyhangulag elfogadták a javaslatot. Dobos László főállású polgármester szabadságolási tervét illetően. Elfogadta a képviselőtestület dr. Karsai Lajos rendőr alezredes a karcagi rendőrkapitányság kapitányság vezetőjévé történő kinevezésének véleményezésére tett javaslatot. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a legutóbbi ülésen a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra ajánlotta a testület részére dr. Karsai Lajos rendőr alezredes kinevezését. Támogatták a beszámolót a Madarász Imre Egyesített Óvoda Oktatási Hivatal bázisintézménye cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételére tett javaslatot. Dobos László polgármester gratulált ahhoz a munkához, amelyet az óvoda vezetése és pedagógusai végeznek. Szepesi Tibor elmondta, hogy az Oktatási Kulturális és Sportbizottság egyhangulag támogatta a pályázaton való részvételt. A képviselők megszavazták a szakmai együttműködési megállapodás megkötésére az Oktatási Hivatal, a Madarász Imre Egyesített Óvoda és a Karcagvárosi Önkormányzat között módszertani központ kialakítására tett javaslatot. Szepesi Tibor hozzászólásában elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság támogatását fejezte ki. Elfogadta a képviselőtestület a Betlen Gábor alapkezelő pályázatán való részvételre tett javaslatot, amely a határon túli magyar területekkel, testvérvárosokkal történő kapcsolat ápolását, továbbvitelét jelenti. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a bizottságunk is abban foglalt állás, hogy a határozottan örülnek a pályázatnak, ami a hivatal részéről minden évben megvalósításra kerül, és lehetővé teszi a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, megerősítését, hiszen éppen az Európa Polgárokért című pályázat az, amelyik a fiatalokat szólítja meg, ezáltal a pályázat útján ott tudnak lenni, és tevékenységükkel öregbítik is a város hírnevét. Megszavazták az Európa a Polgárokért című pályázaton való részvételre tett javaslatot. Támogatták a közművelődési megállapodás megkötéséről szóló határozat módosítására tett javaslatot. Szepesi Tibor képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is egyhangulag javasolta a szerződés meghosszabbítását, hiszen több éve jól működő kapcsolatról van szó. Segíteni kell a munkájukat, és az önkormányzat is ezt tette és ezt teszi, hiszen támogatásának köszönhetően január 1-től vehették birtokba a diák önkormányzat tagjai az új irodájukat. Egyhangulag elfogadták a Karcagvárosi Önkormányzat és intézményei földgáz, energia közbeszerzésére tett javaslatot. Megszavazták a Karcagi Állatvédő és Állatbarát Egyesület részére ajándéként átadott Karcag belterület 537 helyrajzi számú ingatlan visszavételére tett javaslatot is.
A tanácskozás előtt a holokauszt áldozatainak január 27-i nemzetközi emléknapja alkalmából az áldozatok emléke előtt egy perces néma felállással tisztelgett a testület. Dobos László polgármester a Karcagvárosi Önkormányzat nevében köszöntötte a Madarász Imre Egyesített Óvoda képviselőit, akik január 23-án Budapesten a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban vették át a zöld óvoda oklevelet László Tibor és Kisfaludi László helyettes államtitkártól. A Kinizsi és a Jókai úti óvodák második alkalommal, a Táncsi 17-es óvoda harmadik alkalommal nyerte el újabb három évre a zöld óvoda címet. A Szím és a Táncsics 19-es óvodák az örökös zöld óvoda cím büszke tulajdonosai lehettek. Az elismeréshez Gulyás Ferencné intézményvezetőnek Dobos László polgármester személyesen gratulált. A továbbiakban Rózsa Sándor jegyző ismertette a két testületülés között fontosabb történt eseményeket. Ezt követően Dobos László felhívta a képviselőtestület tagjainak figyelmét arra, hogy a már ismertetett kötelező képviselői képzés teljesítésére történő regisztrálást 2020. február 29-ig tegyék meg, majd az elvárásoknak megfelelően teljesítsék az előírt követelményeket. Napirend előtt Kozma Dániel képviselő tett fel kérdéseket. A képviselő a közmeghallgatás lehetőségével élve gyűjtötte össze a város néhány lakóinak kérdését kerékpárút felújításról, játszóterek bővítéséről, közvilágítási hiba helyrehozataláról, a műanyag feldolgozó megszűnéséről. Dobos László polgármester válaszában elmondta, hogy a közmeghallgatás lehetősége mindig egy bizonyos témához kötődik, amely a mai napon az idei év költségvetése. A polgármester továbbá arra is felhívta a képviselő figyelmét, ha a polgároknak bármilyen kérdésük, észrevételük van, azt adott napokon és időpontban, amely mindenki számára elérhető, megtehetik az adott körzet képviselőinek képviselői fogadóóráján, így nem szükséges szószóló a problémák tolmácsolására. Mint ebben az esetben is történt, amely azért is meglepő és életszerűtlen, mert a karcagiak sosem arról voltak híresek, hogy nem merik felvállalni gondolataikat a közös megoldás érdekében. Így a most felmerült problémákat illetően a képviselői fogadórák, valamint a műanyag feldolgozóval kapcsolatban felmerült kérdés kapcsán kérte a képviselő, hogy az adott körzet önkormányzati képviselőjéhez irányítsa a kérdések feltevőit. A továbbiakban zárt ülés keretei között tárgyalták a képviselők a napirendi pontokat. Ezt követően az elkövetkezendő időszak eseményeit ismertette Rózsa Sándor jegyző. A testület munkaterv szerinti következő ülését február 27-én csütörtökön tartja. A kétszer kétsávos út nettó 52 milliárd forintból készült el, mondta el az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedés politikáját felelős államtitkára Üllőn. Az átadón beszédet mondott dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is. Mosóczi László közölte, hogy a 2024-ig tervezett közútfejlesztési projekteket keretbe foglaló útprogram teljes költségvetése 3200 milliárd forint, amelynek nagyobbik részét a gazdaság jobb teljesítményének köszönhetően a magyar büdzsé fedezi. Hozzátette, a kormány szakpolitikai intézkedésének fő célja, hogy a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági területek kétszer kétsávos utakkal kapcsolódhassanak a gyorsforgalmi úthálózatba. Az autópályák és autóutak elvezessenek az ország határig. Az M4-es autóút fejlesztése mindkét kiemelt cél megvalósítását elősegíti. Beköti a gyorsforgalmi hálózatba Szolnokot, és újabb, magas színvonalú közúti összeköttetés létesít Erdély, Románia felé, fűzte hozzá az államtitkár. Mosóczi László elmondta, hogy az M4-es autót mostantól az M0-ás körgyűrűtől egészen Ceglédig használható. A közel 45 kilométeres közúti kapcsolat összesen 72,5 milliárd forintból valósult meg. Hozzátette, hogy az M4-es minden további szakasza legalább előkészítés alatt áll, és a kivitelezési munkálatok is egyszerre több helyen folynak. Ami megépül, azt lehetőleg szerint azonnal átadjuk az autósoknak, így az autót számos rövidebb szakasza már járható, mondta. Az államtitkár részletezte, hogy az idén nyáron több mint 11 kilométeren átadják az Abonyig tartó folytatást, és szintén nyárra várható a közel 30 kilométeres Berettyóújfalu nagykereki országhatár közötti szakasz befejezése is, amellyel a magyarországi oldalon létrejön a Debrecen-Nagyvárad gyorsforgalmi kapcsolat. 2022-ig főként hidak,
Köztük egy új Tisza és egy Zagyva híd építésével zajlik a Szolnok elérését biztosító Abony-Törökszentmiklósi szakasz fejlesztése. És Szolnok számára, Hétfriász-Nagykun megye számára fontos az is, hogy az M4-es folytatódjon. Jelen pillanatban már a Törökszentmiklós Püspökladány Berettyóújfalu szakasznak a tervezése zajlik, a Berettyóújfalutól az országhatárig terjedő szakasznak pedig idén lesz az átadása. Nagyon fontos beruházás előkészítéséről is döntött még tavaly a magyar kormány, ami Szolnok városát érinti, hiszen Szolnokot átszeli a Tisza folyó, és jelen kevés átkelési lehetőség van rajta, ezért a Csákja úti híd és a kapcsolódó úthálózat létesítéséről, korszerűsítéséről döntött a kormány. Ez a munka jelenleg az előkészítés, tanulmányterv, környezetvédelmi hatástanulmány fázisában van, ezt követik majd az engedélyes tervek, kiviteli tervek, illetve későbbiekben majd a kivitelezés. Az államtitkár beszélt arról, hogy 2010 elején még csak 10 megyeszékhely volt elérhető gyorsforgalmi úton. Számuk 2020 végére 14-re fog emelkedni. Ilyen Eger, Salgótarján, Szombathely és Veszprém bekötése. Hozzátette, hogy az elmúlt évtized elején 3 országhatár volt elérhető 4-sávos úton. Az idei év végére pedig már 7 lesz elérhető. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő NIF ZRT közleménye szerint az M4-es Üllő Albert és a szakaszának kivitelezését a Duna Aszfalt Kft. És az Euró Aszfalt Kft. Végezte. Nettó 52 milliárd forint értékben az Albert és a Cegléd szakasz, a Kolász Út Zrt., Kolász Közlekedés Építő Zrt. És Kolász Hungária Zrt. Konzorcium építette nettó 20 milliárd forint értékben. Az átadón dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő is mondott beszédet. Ez a beruházás egy olyan teljesítmény, amelynek köszönhetően például Karcagról egy teljes órával hamarabb lehet felérni Budapestre, és Budapestről is nyilván ennyivel rövidül az utazási idő, biztonságosabban, gyorsabban lehet közlekedni. És biztonságosabban, hatékonyabban lehet fejleszteni is, beruházásokat telepíteni, munkahelyeket létrehozni az elkövetkező időszakban azokon a területeken is, amelyek ugyan az ország közepén vannak, hogyha a térképet nézzük, de mégis egyfajta belső perifériává váltak eddig, amelyeket a komoly fejlesztési beruházások, útépítési beruházások elkerültek. Ezért is nagyon jelentős az, hogy a kormány döntésének megfelelően elkészült ez a szakasz, kiváló minőségben várja a forgalmat, és biztató az is, hogy látjuk az építkezést a további területeken is. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a NIF ZRT beruházásában hazai forrás felhasználásával valósult meg. Elkezdődött a pollen szezon térségünkben. A hirtelen jött enyhülés hatására múlt héten országszerte megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, valamint a ciprus és tiszafélék pollenjei. Koncentrációjuk a hétvégén már többfelé az allergiás tüneteket kiváltó közepes szintet is elérte, sőt a mogyoró pollen terhelése helyenként már magas volt. A Nemzeti Népegészségügyi Központ javasolja, hogy a mogyoró, az éger vagy a ciprus és tiszafélék pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek megjelenésére, illetve erősödésére, és kérjenek tanácsot kezelőorvosoktól. A következő napokban a visszatérő hűvösebb idő hatására átmenetileg várhatóan mérséklődik a pollen terhelés, és jellemzően az alacsony közepes tartományban marad. Tüneteket okozó szintet továbbra is elsősorban a mogyoró pollen koncentrációja érhet el. A meteorológiai előrejelzés alapján a héten sem várható tartósan fagyos idő, így várhatóan fokozatosan erősödni fog a kora tavasszal virágzó fák pollen szórása, jelentették televíziónknak. Megjegyezték, a pollenallergiás betegeknek gondot kell fordítaniuk a megelőzésre, a tünetek enyhítésére, az életvitel, a nyaralás megtervezésére. Ebben nyújt segítséget a Nemzeti Népegészségügyi Központ naponta frissülő pollenjelentése Polleninformációk címen. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. február 21-én pénteken 11 órától farsangi felvonulással és kiszebáb égetéssel egybekötött rendezvény lesz városunkban. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. február 21-én pénteken 14 órától farsangi felvonulással és kiszebáb égetésével ijesztjük el a telet.
Eső nap 2020. február 24. hétfő 11 óra. A rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozás lesz érvényben az alábbi útszakaszon. Kossuth Lajos utca, Szent István sugárú, Kossuth tér sétáló utca, Kossuth tér a Városháza előtti tér, Madarasi út, Kálvin utca, Múzeumpark, Kálvin utca, Horváth Ferenc utca, Táncsics körút, Dózsa György út, Kossuth Lajos utca. A színes kavalkád 11 órakor indul a Szent Pál Marista általános iskola elől. A Múzeumparkba érve lesz a kiszeváv égetés. Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat, a Szent Pál Marista általános iskola tanulói és dolgozói. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!